Kis felvezetésnek egyébként tökéletes pálya, úgyhogy menjünk is tovább gyorsan a következőre. Rusty Rage, Anders Johansson-től. Ja, az már ilyen kis modern szarság erre. Így halványan vélek emlékezni. Jól hallom, akkor itt eredeti dumos zene szól, de nem nagyon hallom, el kell tartítanom, hogy értek legyen hangos. A kurva anyát, ha nem pofálott a... És még ott a hordót elt... Ó! Oh, eltállt volna a hordóval, akkor még mérges is lettem volna. Hát ezen a jól hallom, akkor inkább Doom 2-s. Bár nem nagyon hallok belőle semmit. Hát ilyen az én formámban. Ja, most már hallom rendesen, jó, igen, ez eredeti dúmos. Anyád! Azért milyen aimbotot levágtam, nem? Csalás nélkül. Humán aimbot. Ó, igen, ez tényleg dumket, sima dumos zene, bocs. Sima dumos zene, még az egyik kedvencem. I saw the demons. AC/DC Big Gun ihlette. Rengeteg hardrock és heavy metal ihlette egyébként a Doom zenét, és ezért is imádom többek között, de szerintem a metált is metál útján is ez vezetett el egyébként valamilyen szinten. Ami nem lenne annyira meglepő. Ó, a kurva szádad! És nem mentettem ráadásul, úgyhogy kezdhettem volna előre az egészet. Igen, azért mindig elfelejtek menteni. Hát egyébként az tényleg való, hogy van valami kis Doom 1-re emlékeztető stílusjegy ezen a pályán, tehát hogy halványan emlékezhet a Doom első részének pályáira, de nem az, határozottan nem az. Ez inkább ezen látszik, mert azt jelenti nekem. Bocsia, tényleg imádom, na, abba hagytam. Jaj, most ki kell ugrani? De itt se sérülök a sabba. A retek isten van már. Hát most már a láthat a démonokra, igen. I saw the demons. Megfűrészhetem a démonokat. És akkor mondhattam, hogy valahogy elnézést, hogy félbeszakítottam. Igen, tudom, alapvíti, de akkor is. Ah, az fent fejlődik, vajon látom. És ez titkos volt? Hát mondjuk nem számítottam, hogy ott lesz, de akkor is. Kicsit egyértelmű volt. De sokkal életmentő. Sokkal inkább életmentő. Na. Oké. Okay. Ja, itt is aztán, igen, tudtam, hogy itt lesz valami. Biztos voltam, hogy neki kell menni egyszer a levegőre. Valamilyen oknál fogva majd. Jó. Ja, az persze piros puska, az meg gondolom a túloldalt van valahol. Nem a túloldalt, hanem itt konkrétan, de... Már... Pite. Ó, oh, hoppá. Ja, hát ezt csak tudok mondani a kukádba, azért, hogy levadázni őket kb. Ennyi, meg kicsit így megbülődik a seget, de ez kb. Ennyi. Itt jön ki az, hogy ez videójáték és nem annyira realisztikus, de hát a Doom-ot pont ez viszi a hátán. Meg persze a... Mi az? A mod support. Tehát most itt ne olyan elbaszott nagy támogatásra tessék gondolni, mint mondjuk egy Steam Workshop vagy ilyesmi. 1993-ban készült, értitek? Azon szakadt egyébként, hogy gyakorlatilag a legjobb haverom egy az egyben ugyanazon a napon született, amikor kijött a Doom. 1993. december 10-én, és ezt történt azóta nem bírom megemészteni, hogy életem két legjobb dolga szinte ugyanazon a napról származik. Úgymond, jaj! Most még vártam volna, hogy csodát a hátam mögé egyébként, az lett volna nagyon pofátlanság. De hát így vállalható. Ja, és ennyi. Igen. Igen, tudtam, hogy ilyesmi történni fog, csak nem készültem fel rá végül is, de hát. Ja, de azért zárványos ott vagyunk be. Nem kell volt egy hosszú pálya, majd jönnek még hosszú, ne tessék aggódni rajta. De jó, ez egy tök király, korrekt kis összeszeszenés volt.